tehát ahol mind a kettőt is jelenti, tehát a nyelv is borzasztóan kettősen értékeli ezt a szenvedély szót, ugye? Tehát ez egy nagyon erős vágyat kifejező érzelmi állapot a szenvedély, és ez mindig tárgyhoz kötött. Ugye ez a motivációs kényszerítő jelleg pedig mindig megmutatkozik különféle jelenségekben, állapotokban, ugye, vagy a szenvedély betegségeknek a különböző formáiban, erről van azért néhány szót. Ugye a szenvedély az, hogy mondják, vakká tesz, szokták mondani, tehát felülírja mindig a realitásnak a szempontjait, és ugye teljesen át tudja venni az irányítást az adott embernek a magatartásában. Hát elragadja a hím, vagy a szenvedély, ez minden, aki nyelven is megszokott fordulat, ugye. De viszont nagyon súlyos konfliktusokat eredményezhet, hogyha a szenvedélyben foglalt vágyaknak, ugye a vágyak kielégülése valamilyen módon akadályoztatva van, mert ugye ennek a szenvedélynek az akadályoztatása sokszor szuicid vagy homicid jellegű formát is ölthet, tehát ennek a negatív része rendkívül veszélyessé teheti az ember, de ugye tegyük egyébként a normális szenvedélyek, ugye ezek hatalmas szellemi és fizikális erőfeszítésekhez teszi képessé az embert, ugye, és hát ez nagyon építheti a közösséget, egy pozitív szenvedély. Ugye a kínai közmondás az azt mondja, hogy nem férfi az, akinek nincs szenvedélye. Nem tudom, nőkről ez nincsen, de szerintem ugyanezt lehet a másik ember is. Tehát a szenvedély valószínűleg egy ugyanolyan univerzális emberi szükséglet, mint a túlélés, a valahová tartozás, a szeretet, a szabadság, az öröm és az irányítás utáni vágyunk, ugye? Tehát az egészséges szenvedély azt tágítja, ugye az egészségtelen pedig rombolja a pszichológiai társas és mondhatnám társadalmi határokat, hogy visszatérjük a határokhoz. Ugye az ember az történelme során egyébként mindig használt kábítószereket, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az ember alapvetően egy addiktív lény, ugye Sartre, a francia egzisztencialista filozófus, az egyszerűen úgy fogalmazta ezt meg, hogy az ember az alapvetően egy létvágy. Az embernek ez a létvágy. És mi is ez a vágy? Általában mi a vágy? Hát a vágy az a hiány. És az életünk semmi másról nem szól, mint hogy a létvágy utáni hiányérzésünket próbáljuk valamilyen módon teljesíteni, kielégíteni addig, amíg élünk. Tehát egy állandó hiányba, vágyakozásba vagyunk. A lét az élet, ugye, az élet utáni vágy, vagy egy másik körül mondjam, a élni muszáj, ez az. No, tehát kis túlzással lehet mondani, hogy mindannyian valamilyen módon kábítószerrel élünk, ugye, de én az orvoslásban, a terápiámban, más tevékenységekben tudunk elbódulni, tehát minden cselekvésnek is, amit csinálunk általában, egyfajta drog funkciója is lehet. Tehát a kábítószer fogyasztás és a szenvedélybetegség, amit teszik, mindig alapvető dolgokat, a létnek a gyökereit érinti, ahol alapvető kérdésként ugye merül fel mindig a szabadság, a legfontosabb érték, a gyönyör, a valóságnak a lényege. Tehát a örök tulajdonsága az embernek, hogy valamilyen droghoz folyamodik, mert keresi a kilépést, az extázist, ugye, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kilépjünk a önmagunkból. Ugye, és valahogy egyesüljünk, ugye, az embertársaik a kultúrával, ugye érdekes módon a régi korokban ugye nagyon fontos volt mondjuk egy törzs számára, hogy eldöntse például az, hogy balra megy vagy jobbra megy, az egyik út a halálba vezetett, a másik a túléléshez, csak ugye megvolt az emberünk, a sámán, akinek ez volt a foglalkozása, hogy
kapcsolatba lépjen a szellemekkel, és a szellemek megmondják, hogy merre kell menni. Most ezt a sámán ezt úgy ért el, hogy bevett valami kábítószer, ugye mi őseim Szibériában ezt a gyönyörű kis mesegobbán, ezt a légülő galócát, ezt a fehér pöttyösnek a héját eszegették meg. Mostani drogosok is használják, csak nagyon kellemetlen elégetes halucinatív élményeinket ad. De megette ezt a gombát, vagy ugye nem csak anyaggal lehet ezt elérni, mindenki hallott a sámán doboról, a sámán dobolásról, tehát azzal is lehet egy transz állapotba kerülni, mi kipróbáltuk másfél óra után tényleg transzba lehet esni, hogy ezt dobolás hajjába csinálja. És akkor kilépek ugye önmagamba, fel kell halucinálni, találkozom a szellemekkel, az ősökkel, akárkivel, és az megmondja, hogy mi a terv. És hát ezzel ugye a spiritualitással mindenhol találkozunk, ahol ember élt és mozgott, és mai napig is ezek a régi, vagy eldugott törzseknél is megtalálni ezt. De érdekes módon ezek a sámánok, legjobb tudomások szerint, soha nem lettek szenvedélybetegek. Mert csak és kizárólag közösség érdekében használták a dolgot. Nem a saját céljaikra, nem a saját, ugye, úgy mondjuk, ünneplésükre használták a dolgot. No, mi is az a drogbetegség, vagy szenvedélybetegség? Ugye van egy ilyen, talán legértetőbb megmagyarázva definíció, hogy az egyén, az anyag, és a szociokulturális pillanat találkozásából lesz a drogbetegség. Tehát egyén, anyag és a szociokulturális pillanat, ugye mi is az a szociokulturális pillanat. Tehát benne van, hogy jelen kell legyen az anyag természetesen, kell hozzá egy személyiség, és kell hozzá egy olyan szituáció, amiben ez létrejöhet. Hogyha ugye a drogfogyasztás kialakulása és fennmaradása természetesen mindenféle multifaktoriális okokból adódik össze, nem lehet ilyen egyszerűen meghatározni, tehát ugyanúgy vannak genetikai, hajlamosító tényezők, ugyanígy vannak biológiai, speciális biológiai hatásmechanizmusok, ugye akkor nagyon fontos a család és a kortársak szerepe, csak úgy, mint a szélesebb társadalmi folyamatok, a kultúrának a hatásai, ezek alapvetően. Ugye mindig rendelkezésre állt a drog az emberiségnek, ez a fajta endémiás, egyesek szerint ilyen pestiszerű terjedésre a drogozás, soha nem volt, mint ebben, ebben a mostani posztmodern világban, amit most élünk. Ugye a 19.-20. század fordulónak az embere, vagy annak az embernek az élményvilága, ugye ez a Freud korszakára tessék gondolni, ugye az ott a vágy és a tiltásoknak az uralma volt a kultúrában, és ugye ezek a Freud idejében ebből születtek meg a klasszikus ugye neurózis elméletek, amelyek ugye általában azt jelentik, az elfojtás, a bűntudati reakciói az embernek a különféle hát vágyaknak az elfolytására, és hát tulajdonképpen ezt a bűntudatot a társadalom tudta elég jól oldani, tudta a vallás például oldani, akkor még a vallásosságnak sokkal nagyobb szerepe volt, és ugye ősi dolog a gyónás és hasonlódik, tehát ez mindenképpen, vagy a pszichoterápiában járás elkezdődött hajnál, a pszichoanalízis, ami alapján megváltoztatta, tehát a tabukat, a tiltásokat gyakorlatilag lehetett oldani ezekkel a terápiákkal, és akkor ezekből a bűntudatos szorongásoktól az egyén meg tudott szabadulni. De a mai posztmodern korban ez egy kicsit másképp van, mert ugye ma már nem a bűntudat az embereknek az alapélménye a mai társadalomban, hanem mi az alapélménye, mit gondolnak a mai embernek? Nekünk most a mi világunkban mi az alapélménye a társadalomban?
alapélményünk az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Az alapélményünk az, hogy úgy hívjuk, hogy kiszolgáltatottság. Tehát ma egyébként tényleg egy olyan társadalmi valóságban, nem csak nálunk, nem csak a magyar viszonyokra mondom, ezt a világra, a posztmodern korszakra, ami ezt a fajta nyugati kultúrát látnak uralja. Ugye a mai úgynevezett idézetben korszerű ugye, életvitel, ben ugye borzasztóan hódít most ugye ez az internet, ugye a világháló, ami ugye létrehozott, tehát azt mondják ez a gőzgép, meg a könyv a gőzgép után a harmadik legnagyobb találmánya a világ működésének. Tehát ez egy fantasztikus dolog, de ugyanakkor vannak mellékhatásai is, ahogy szokták mondani. Hiszen ugye egy kialakult egy ugye a mai világban egy nagyon személytelen kommunikációra van lehetőség, tehát a kommunikáció az folyik interneten, telefon, mobilon, de személytelenül, ugye ez egy másfajta kommunikáció. Ugye van egy tulajdonképpen minden téren rettenetesen fölerősödő verseny a világban, állandóan a verseny, és ugye a valódi családi, vallási és egyéb kis közösségek szinthullásban vannak, vagy alig fellelhetők, és ezek mind nagyon megerősítik azt, hogy a személyiségfejlődés az patológiás legyen. Tehát az emberi kultúra az nagyon átalakulóban van, a tradicionális kultúra az már nem működik, és az új technikai civilizáció, amiben beleszületünk már, ugye ma egy csecsemő már fél éves korában tudja a mobiltelefont használni. Tehát gyakorlatilag a szopás mellett már mobiltelefonnál fognak gyorsan a csecsemők, ez a fejlődés ilyen gyorsan halad tovább. És ez a civilizáció, ez ugye a régi tradicionális emberi, ugye a kultúra biztonságát biztosító, a tudomány válságban van, a filozófia válságban van, a vallás válságban van. Tehát gyakorlatilag ezek a kultúra alapjai, ez átalakulás miatt hát eléggé elbizonytalanítják az embert, ezért nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz, most nem tudjuk, hogy azért fejlődik ennyire a világ rettenetesen technikai civilizáció. Az ember ugyanolyan, mint 2000 éve, semmit nem változott, tehát ugyanolyan irigy gazember, erőszakos, agresszív, csak tehát az ember evolúció szempontból óvodáskorban van. Viszont ez az óvodás rettenetesen veszélyes játékokkal bír most már. Mert a gondolkodásunk nem fejlődött, az érzelmi állapotunk nem nagyon fejlődött, ugyanott tartunk, mint a görögök, még talán annyira sem, hiszen látom a világot, az egyik fele beledőlik a jó hétbe, a másik pedig éhámban. Vagy ugyanígy ölik egymást, ugye? Ezt minden nap látjuk. Tehát ilyen szempontból van egy rettenetes veszély ennek a technikai civilizációnak, de egyesek azt mondják, érdekes módon, nem tudom, megfigyelték-e, hogy kiment a sci-fi anyagot. Nincs sci-fi. Mi van ennek? Milyen? A filmekben nincs sci-fi. Vagy van? Mi van? Van? Hogy? Azért ugyanúgy van, de azért azok a régi klasszikus, meg a sci-fi irodalom sem jön most már annyira, hiszen nagyon sok minden egyébként megvalósult már azokból. De ugye egyesek azt mondják, hogy két dolog van, vagy azért fejlődünk ilyen rettenetes gyorsan, mert el kell hagynunk a Földet. Ugye érdekes módon most már nem tudom, olvastátok biztos, hogy a Mars expedíciót szervezik, ugye az, ami nem fog visszajönni. Elmennek, erre felpróbálják az embereket, ott le kell telepedjenek, és ott kell éljenek, amit tudnak. Tehát valószínűleg ez a technikai civilizáció képes lesz arra, hogy minket elvigyel, csak nem tudom, vagy a másik dolog, hogy megsemmisítjük. Ez is állandóan. Úgyhogy ebben a korszakban élünk, és ez elég nehéz, ugye ezt túlélni, sokan azt mondják, inkább csak túlélünk, és egyre kevesebbet élünk. Ugye ezt mondják, ugye a modern, ugye a fogyasztói társadalom, hogy most ugye akkor vagy ebben a társadalomban, akkor érsz valamit, ha fogyasztasz.
Ha nem fogyasztasz, akkor nem, hogyha nincs kártyád, amit tudoshatsz, és nem vásárolsz, és ugye a kultúrházakból lettek a plázák. Ugye a mai kultúrházak azok a plázák. Igen. Tehát az emberek itt élnek, és ugye azzal töltik az idejüket ebben a mi civilizációban, hogy fogyasztanak. Ugye? És közben kialakul az, amit már nagyon régen ugye az irodalom művészet hozza, az elidegenedésnek a kérdése, ugye, ez a modern fogyasztói társadalomnak, hogy ugye bemegy az ember, mindent lehet kapni, és nem tudok választani. Ott állok, és nem tudok mit választani. Tehát ez az elidegenedés, hát aki szociológiával foglalkozik, az tudja az anómia fogalmát, hogy nem tudja a társadalom kielégíteni ugye a polgároknak az igényeit, ugye, és ugye az elidegenedésnek ugye az a jellemzője, hogy az értékrend összezavarodik, tehát nincs megbízható értékrendünk. Ugye az élet, ez nagyon fontos, az élet értelmének az elvesztését tapasztaljuk, és ugye az önérzékelésnek és az önértékelésnek is az elvesztése egy nagyon nagy elmagányosodást lehet észrevenni, a hatalom nélküliségnek és a tehetetlennek az érzéseit látjuk az embereknél, és ugyanakkor a társadalmat összetartó szolidaritás nagyon nagy mértékben csökkent, és a közös és az egyéni tudat ma már egyre kevésbé függ egymástól, tehát az egyén és a kollektív tudat összeegyeztetése lehetne ugye az a sikeres megoldás, ami ugye még nagyon-nagyon várat magára. Ugye az elidegenedésben az ember, ezt azért mondom, ez a drogbetegségeknél nagyon gyakran szerepet játszik tényező, tehát úgy érzi az ember, hogy nem olyan, amilyennek lenni kellene, és nem azt az életet éli, amit élnie kellene. Tehát ez az érzés kezd eluralkodni. Háromféle formáját szoktuk az elidegenedésnek megkülönböztetni. Van az egyéni, a személyes elidegenedés. Ugye nem tudok azonosulni a tőlem elvárt társadalmi szereppel, hogy nem úgy alakul az életem, ahogy tervezem, és ott hagyom a munkámat, ott hagyom a hobbimat, mert gyakorlatilag ráérzek arra, hogy ezeket én soha nem fogadtam, mert soha nem szerettem. Tehát ez az egyéni elidegenedése az embernek, a személyes. Akkor van a kulturális elidegenedésünk, ugye a saját kultúrámban idegennek érzem magam. Ez borzasztó érdekes, amikor ma már ugye sokszor látjuk, hogy ezt a kultúrsok jelenséget, hogy fölök egy repülőgépre, és 8 óra múlva egy totálisan más kultúrában vagyok keleten, és akkor kimegyek, és ott egyszerűen nem tudok mit kezdeni a kultúrával, összeomlom. De most már a saját kultúrában se tudok igazából otthon lenni, és idegennek érzem a kultúrát, és nem tudom éppen ezért annak a kultúrának a normáit, a saját kultúra normáit sem elfogadni. A legsúlyosabb elidegenedés az úgynevezett egzisztenciális elidegenedés, ugye, mert nem egy életformától idegenedtem el, nem egy bizonyos kultúrától, hanem az alapvető, az emberi léthelyzettől idegenedtem el. Ugye hát itt, ha valaki a Sartre-nak, vagy a Camus-nek, akár a Közök, vagy a Sartre-nak az Ungor című könyvét elolvassa, ebben alapvetően az elidegenedésnek, ezt a léttől, a létezéstől, az élettől való elidegenedést. Ezeket azért ma már úgy szoktuk a mai társadalom, ugye mindent ugye medikalizálunk, hogy egy kicsit a saját szakmámmal is foglalkozunk. Tehát ma már azt mondjuk, nem azt mondjuk, hogy elidegenedés, ezekre nem azt mondjuk, hogy depresszió. Ugye ma már nagyon könnyen azt mondjuk, hogy valaki depressziós, mert ugye melankóliás vagy szomorú, de akkor nagyon hamar rá lehet adni, hogy depressziós, és nagyon hamar el lehet kezdeni kezelni is mindenhoz. És hát ez néha súlyos problémákat vett föl, ugye, hogy a gyógyszeripar, ugye ez az egész, hogy gyakorlatilag megint csak a pénzről van szó, és hát megint ugye medikalizáljuk a társadalmat, és mindenkit valamilyen betegségben, minden jelenséget betegségnek tartunk, és akkor megvan a lehetőség, hogy kezeljük az embereket.
ez azért nálunk még nem ennyire elterjedt, de ezt a nyugati világon elé látjuk, hogy már mindennek, hogy az újabb hát, tankönyvekben is, hogy mindenre már tudunk egy diagnózist is adni, és arra mind lehet valamilyen terápiát is kitalálni. Van-e kérdésünk? Megy az idő. És tudom, hogy tehát a posztmodern embernek, ez a Franklin egy egészen csak pszichológusnak az egyik kiírásából,